Vegyen részt a Hálózat Televízió, a UPC és a Monortel közös játékán. Legyen ön a szerencsés, aki másodmagával eltölthet egy wellness hétvégét a Gróf Apponyi kastélyszállóban. Eheti kérdésünk: ki vezet show műsort a Hálózaton? Küldje a 06 96 21 005-ös számra SMS-ben a HTVG-t, ha Bence Attila, a HTV hát, ha Klausmann Viktor. Jó napot, hölgyem! Megkóstolná a gombapaprikásomat? Nagyon szívesen. Azért nagyon ezt tud fontokat hagyni a ruhán, nem? Igen, igen. Ugye? Van az új Bonux Compact, ami a jár zsíroldó technológiájával készült. Hát akkor ön szerint ki hozza a zsírt a ruhából? Kételkedem egy kicsit benne. Akkor fogadjunk. Ha nem hozza ki, meghívom a vendéglőmbe. Hát a mosógép is így működik. Tényleg kimostam. Meg van elégedve? Kipróbálnám nagyon szívesen. Új Bonux Compact a jár zsíroldó technológiájával. Mert mosni okosan is lehet. A hófötte hegycsúcsoknak nincs szükségük fehérítőre. A textíliáknak azonban igen. A sűrű összetételű Domestos fehérítő a szálak közé hatol, és hatóanyagának köszönhetően könnyedén eltávolítja a foltokat. Domestos fehérítő. Fehérség és higiénia a ruháknak. Hozzád igazodik a világ. A legújabb modellek csak 5190 forintért. Deichmann, a megléphető cipőmárkák háza. Élvezze a világ ízeit! Ezen a héten különleges Mr. Yuan specialitások a sokarcú Ázsiából. Kicsi ára! Ez a plusz! Tehát a jövedelmem... Minket nem érdekel, mennyi a jövedelme. Sőt, most minden Raiffeisen lakáshitel mellé akár 100 000 forintot adunk ajándékba. Hívja 0640 48 48 48-at. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Minden kisgyereknek jár a boldog gyermekkor. Támogassa ön is a Henkpál Gyermekkórházat a napocskás emblémával ellátott sió gyümölcslevek megvásárlásával. Érkezik az új házi kedvenc. A legendás filmcsatornával bővül a UPC Direct óriási választéka. Rendkívüli ajánlat a 0640 150 150-en. Potemix. A boldogság néha egészen kis dolgokon múlik. 0646 417 001. Rádió 17 a 96,8-on. Honlapunk www.radio17.hu. Rádió 17. Legyen fültanúja. Nyughass már! Látod, fiam? A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix 0646 417 001. Megjelent az RTV részletes műsormagazin. Új televíziós csatornák programjaival, a legrészletesebb rádió műsorral. RTV részletes, az önnek szóló műsorújság. Az élet forrása a víz. A gyönyörű bőrtitka a hidratálás. Minél gazdagabban hidratáljuk, bőrünk annál jobban meghálálja. A Dove intenzív krém hidratáló tartalmával bőrét puhává, élettel telivé és gyönyörűvé varázsolja. Dove intenzív krém. Tápláló hidratálás. Ragyogóan szép bőrért.
Üdvözlöm Önöket, a Hálózat Televízió Unió Sikereink Itthon című műsorát látják. A következő 20 percben olyan hazai fejlesztéseket, képzéseket ismerhetnek meg, amelyek értelemszerűen uniós támogatásból valósultak meg. Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program, röviden az AVOP és a Humán Erőforrás Operatív Program, vagyis a HEFOP sikeres pályázataiból válogattunk. Nézzük tehát, hogy mivel készültünk a mai műsorban. Segítség kicsiknek és nagyoknak, a bölcsődebővítés és a családi napközi mórahalmon munkahelyet teremt, és a rugalmas ellátási forma a kisgyermekes szülők életét könnyíti meg. Hidas Németében lezajlott a Tyúkanyó program, mely a környéken dolgozó szociális szakemberek számára szerveződött. A helyi sajátosságokat is figyelembe vették a továbbképzési program összeállításában. A Jánkmajtison megépült diószárító üzem nem csak a cég alkalmazottainak, de a környék diótermelőinek is megélhetést jelent. Ellátogattunk egy új ecseri savanyúságkészítő üzembe, ahol még mindig a 100 éves recepteket használják, ma már géppel vágják, viszont még mindig kézzel töltik a vecsési káposztát a paprikába. Tartsanak velünk! A HEFOP, vagyis a Humán Erőforrás Operatív Program célja, hogy minél több ember dolgozzon, és hogy a gazdaság igényeinek megfelelő képzéssel segítse az emberek munkaerőpiaci versenyképességét, és segítse a társadalmi beilleszkedést. Egy program, két eredmény, röviden így foglalhatnánk össze a mórahalmi fejlesztést. Az új bölcsőde és családi napközi több munkahelyet is teremtett a hátrányos helyzetű térségben. Az új intézmény pedig biztonságos és rugalmas ellátási formát nyújt a környék gyermekeinek. Mórahalom önkormányzata 2 évvel ezelőtt nyert beruházási pályázatot a Humán Erőforrás Fejlesztési Programon belül családi napközi megvalósítására. Így jött létre a Hunc utca bölcsőde és családi napközi 2 csoportszobája, amely megkönnyíti sok család mindennapjait. A gyerekeknek foglalkozásaik nincsenek napközben, itt csak játék van, és a játék az a leghangsúlyosabb dolog, hiszen még a bölcsödében sincsen foglalkozás, csak játszunk, éppen amihez kedvük van. Ha éppen pancsolni van kedvük, mert nagyon jó az idő, akkor mi pancsolunk velük. Ha bent szeretnének bábozni, akkor bábozunk. Ami az igényük, a gondozónők már jól megismerték ezeket a gyerekeket, úgyhogy kiválóan tudják, hogy ki mit szeret leginkább csinálni, és hagyjuk őket kibontakozni egy kis segítséggel. Mórahalmon évek óta telítettek a bölcsődei férőhelyek, sokan kiszorulnak ezekből az ellátásokból, és ebből kifolyólag szerettünk volna megoldást találni itt a helyi mórahalmi kisgyermekes szülőknek, illetve akár a kistérségi szülőknek is, hogy a gyermeküket az ő munkájuk ideje alatt, illetve képzésük, foglalkoztatásuk alatt meg tudják oldani, és a gyermekeket be tudják idehozni, ahol szakszerű felügyeletet, étkeztetést, korcsoportnak megfelelő foglalkoztatást tudunk nyújtani. Ebből az uniós támogatási forrásból több mint 42 millió forintot nyert el Mórahalom város önkormányzata, ebből valósult meg a 2 csoportszoba felépítése, illetve a teljes belső berendezése, illetve a kinti játékok megvásárlása történt ebből az összegből. A város pedig az önerőként magát a telket biztosította. Az infrastruktúrális pályázathoz kapcsolódott egy úgynevezett regionális fejlesztés operatív program is. Ennek keretében képezték ki és foglalkoztatják a gondozókat a családi napköziben. Így a képzésben résztvevő hátrányos helyzetű emberek a városban találtak új munkára és egy piacképesebb bizonyítványt is szereztek. A ROPOS pályázatunk keretében 20 főnek nyújtottunk új képzéseket, mégpedig gyermek- és ifjúság felügyelő képzésen vettek részt, illetve szociális gondozó és ápoló képesítést szereztek, és a 20 főből 13 főnek nyújtunk munkalehetőséget, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény. A 2 szobás családi napköziben a 14 gyermekre 4 nevelő vigyáz. A dolgozó szülőknek és a kismamáknak valóban nagy segítség, hogy szakképzett nevelők felügyelik gyermekeiket a munkaidő vagy a mindennapi ügyek intézése alatt. Reggel 7:30-kor indul a napjuk, és este 5 óráig maradhatnak nálunk. Ebben benne van 4 étkezés, hiszen ahogy ide érnek, ők mindjárt reggelit kapnak 8 óra körül.
azután jön egy kis 10 órai ebéd, és jön egy nagy alvás, és uzsonnáznak a gyerekek, majd szépen jönnek értük a szülők. Nem kötelező nekik itt aludni, tehát ahogy a szülő szeretné. Vannak olyan szülők, akik csak 10 óra körül hozzák a gyermeküket, hiszen csak egy picit játszani hozzák be. Vannak, akik már 7:30-kor itt vannak, mert olyan elfoglaltságaik vannak, ami miatt ők 7:30-tól 5-ig szeretnék, ha itt maradna a gyermekük. Úgyhogy nagyon változatos, van, aki csak hetente kétszer hozza, van, aki minden nap hozza a gyermekét. Tehát ez annyira a szülők igényére van bízva, hogy nagyon-nagyon rugalmasan tudunk gondolkodni ezen a téren. A Huncutka családi napköziben a bölcsöde és az óvoda összekapcsolódik. A megújult intézményben 20 hetestől 3 éves korig fogadnak gyermekeket. Több mint 50 millió forintot nyert Hidas Németi a HEFO pályázatán egy olyan képzésre, mely a szociális szférában dolgozók számára szerveződött. A programhoz csatlakozott a szomszédos Tornyos Németi és Hernád Szurdok is. Hidas Németi térségében kiemelt probléma a munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, az alacsony iskolázottság és a szenvedélybetegség. A projekt célja, hogy bővítse a szociális területen dolgozó szakemberek ismereteit és készségeit. A résztvevők számára nagyon hasznos volt a személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning. A résztvevő kolléganők között megtalálható a szenvedélybetegek nappali ellátásának intézményének vezetője, házi segítségnyújtók, idősek klubjában gondozónők, ők napi kapcsolatban állnak a hátrányos helyzetű emberekkel, a munkaerőpiacról kiszorult munkanélküliekkel, és ez a tréning számukra nagy segítséget nyújt abban, hogy ezen embereket visszavezessék a munkaerőpiacra. A környező települések közül Hernád Szurdok és Tornyos Németi önkormányzatok voltak azok, akik vállalták a partnerséget, így az ő dolgozóik számára is nyitva állnak a képzési lehetőségek. A képzésen résztvevők személyiségfejlesztő kommunikációs gyakorlattal kezdtek, ezt követi majd a számítógépkezelői képzés, valamint mentálhigiéniás és területfejlesztési oktatás. Úgy gondolom, hogy értékes a falu számára is. Mindenféle emberekkel tudunk könnyebben kommunikálni, ebbe segít ez a tanfolyam nekünk. Úgy gondolom, hogy mindenféle emberrel, hogy egyszerűbben tudunk az egyszerűbb emberekkel is beszélgetni, és a jobban képzett emberekkel is. Mi napi munkakapcsolatban vagyunk az emberekkel, és az emberek hangulatát is nekünk át kell, hogy vegyük, vagy egyszerűen átérezzük, és emiatt talán könnyebb beszélgetni az emberekkel, hogy gyakoroljuk ezt a képzést. Itt Hidas Németiben a szenvedélybetegek nappali ellátásának térségi intézményében dolgozom, és a munkatársaimmal együtt vettünk részt ezen a képzésen. És nagyon jónak találom, hiszen a hozzánk kerülő ellátottak, az intézményt önkéntesen igénylő ellátottakkal való napi kapcsolat, a napi munkát teszi könnyebbé azok az ismeretek, ismeretanyag, amiket itt a foglalkozások alatt játékos formában elsajátíthatunk, vagy bepillantást nyertünk, és jobban odafigyelünk a velük való kommunikációnk során, hogy minél jobban átérezzük a problémáikat, a hangulataikat, a hangulatváltozásaikhoz jobban tudunk alkalmazkodni, illetve mivel nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az intézményünkben az egyéni csoportos közösségi terápiák során ezeket az ismeretanyagot, ezeket az ismereteket, amit itt elsajátíthattunk, vagy hallottunk, azokat mi is alkalmazzuk, majd alkalmazni tudjuk a képzéseink, a terápiáink során. A foglalkozások július 1-én kezdődtek, és jövő esztendő március 1. napjáig tartanak. A program következő lépéseként számítógépkezelői ismereteket nyújtó tanfolyam indul majd, amelyen 15 fő vesz részt. Szintén az önkormányzat dolgozói, a szociális területen dolgozók és önkéntesek bevonásával tervezzük ezt a képzést elindítani.
Az AVOP, vagyis az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program arra szerveződött, hogy a mezőgazdasági termelés egyenlőtlenségéből adódó területi különbségeket kiigazítsa, csökkentse, és a vidék szociális problémáinak megoldásában, valamint az ökológiai, természeti értékek megőrzésében és a környezetvédelemben is segítséget nyújtson. Nemrégiben avatták Jánkmajdison a debreceni székhelyű Transit Dió Kft. Új diószárító üzemét. A létesítmény 200 millió forintba került, és 40%-át az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program támogatta. Az új cég 20 embernek ad munkát, és az Európai Unió országaiba szállítja és importálja a feldolgozott jó minőségű diót. Az üzemet a jövőben bővíteni kívánják. Ez a diószárító az ország legkorszerűbb szárítója. Itt dolgozzák majd fel az éves termés tizedét. A létesítmény mintegy 200 millió forintba került, melynek a 40%-át az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program támogatásából finanszírozták. Az üzemben a közeljövőben további fejlesztések lesznek. Mindenképpen szeretnénk, ugye itt, ahol állunk ebbe a helyiségbe, dióbél válogatógépsort, dióbél csomagológépsort, meg esetlegesen egy sterilizálót beépíteni, amivel azt a terméket, amit héjason nem adunk el, illetve itt az embereknek, itt élő embereknek, akik szórványdió gyűjtögetésből élnek, úgymond idézőjelbe ősszel, ezeknek megoldani azt a problémát, hogy ők ezt a árut leadják, ide leszárítjuk, és utána feltörik, tehát egész télen van munkájuk. A diót először átmossák, méghozzá két fázisban. Az előmosás és tisztító mosás után a rázóasztalra kerül az áru, majd átválogatják, hogy ne maradjon közte rossz minőségű, és végül a szárító következik. Jelen pillanatban körülbelül 40-42%-os víztartalmú dió érkezik az üzembe, amelyet 10-12%-ra szárítunk rá. Ennek a szárítási ideje körülbelül 48 óra. Tehát, és ez alatt az idő alatt figyelemmel kísérjük a diónak a 10%-ának a csökkenését, mivel Isten őriz, hogy megpörkölődjön, mert akkor már kész, piacra nem mehet. Itt 20 ember dolgozik jelenleg, akiknek a száma várhatóan tovább emelkedik majd, ugyanis a szárított dió tisztítása további 80-100 családnak ad megélhetést. Udut Sándorné a napokban kezdte el itt a munkát, ő diót válogat. Le vagyok 50%-os nyugdíjas vagyok, nagyon örülök, mert 23 ezer forint a nyugdíjam, és ez egy nagy lehetőség volt, hogy ez az üzem megnyílt. 19-e óta dolgozunk, hát örülünk neki, és hát csináljuk. A szatmári térségben egyre többen foglalkoznak diótermesztéssel, mintegy 150 család él ebből. A jánkmajtisi bíró Attila 2 hektáron ültetett fákat, több mint 200-at. Ez a fajta a Milotai 10-es, 10 évre intenzíven terem, tavaly előtt 2004-ben már 4 mázsát szedtem róla. Tavaly nem volt a fagykár miatt, ami egyéb gyümölcsöst is károsított, az idén egy minimális, kevesebb, mint fél termés várható. Kevés ráfordítással, kevés munkával, jövedelmezőbb, mint bármelyik más gyümölcsfaj. A Jánkmajtison feldolgozott áru 70-80%-át exportálják. Európa több országában is értékesítik majd, a többi között Németországban és Olaszországban, de az arab országokba is szállítanak belőle. Egy vasárnapi ebéd elképzelhetetlen finom savanyúság nélkül, és ha már savanyúság, akkor egyértelmű, hogy vecsési. Gondolták volna, hogy Ecseren is készítenek valódi vecsési káposztát? Egy családi hagyományokon alapuló és uniós pénzből megvalósult új savanyító üzembe látogattunk el. Ezeken a földeken termelték a 19. században a híres vecsési káposzta alapanyagát. És már akkor, vagyis több mint 100 éve is a Fazekas család volt az egyik família, akik a friss káposztából finom savanyúságot gyártottak. A családom az a dét szülőkre visszamenőleg lehet visszavezetni ezt a savanyítást. Ugye a 1800-as évek végén kezdték, ugye a régi sváb dinasztia, és ők hozták ezt a... Igazán akkor a savanyú káposzta létezett úgy, mint savanyúság, savanyú hasáv, és lovaskocsival hordták a nagyvásár
Tétére, Pestre, és úgy árusították. A dédszülők mestersége apáról fiúra szállt. Megbecsülni sem lehet, hogy a több mint 100 év alatt mennyi savanyúkáposzta indult útjára a család portájáról. 2000-ben KFTV alakult a családi vállalkozás, és 2005-re egyértelművé vált, kinőtték a családi ház hátsó udvarát. A terveink között szerepelt egy új telephely megépítése, mivel családi ház hátsó melléképületeiben folyt a munka, és ezt kinőttük, nem tudtunk megfelelni a növekvő keresletnek. És ezek után hallottunk ugye több médiából, és információkat szereztünk, hogy pályázatokról. Interneten találtam meg a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázatot, ezt a mezőgazdasági termékek értékesítésének, feldolgozásának megsegítésére írták ki. 2004-ben júliusában adtuk be pályázatunkat erre a meghirdetésre, és 2004-ben befogadták a pályázatot, ezek után már meg is kezdhettük a beruházás megvalósítását. 2005. júliusában sikerült a szerződést is megkötnünk. A teljes beruházás 2005. decemberében valósult meg. A pályázat támogatásával sikerült egy zöldségtartósító üzemet létrehoznunk. Több mint 100 négyzetméteres üzem valósult így meg. A beruházás 2005. decemberében fejeződött be, akkor kapta meg az új telephely a működéshez szükséges engedélyeket. Az új üzem felépítése mellett gépvásárláshoz is kapott támogatást az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programtól a cég. Két gépet is tudtunk vásárolni. Az egyik egy univerzális szeletelőberendezés, ezt főleg a káposzta feldolgozása során, savanyú káposzta feldolgozása során hasznosítjuk, illetve komoly segítséget jelentett egy felhordószalag megvásárlása is, mivel ez a tevékenység nagy fizikai megterhelést jelent, ez nagyban segítségünkre volt. Az új szeletelőgép óránként 3 tonna káposztát képes felaprítani. Nem meglepő tehát, hogy a KFT által 2004-ben előállított évi 300 tonnás mennyiséget ma 30-40%-kal túlszárnyalják. A fejlődés szükségszerű volt, mondják a tulajdonosok, de segítség nélkül még nehezebb lett volna. Támogatás nélkül jóval hosszabb ideig tartott volna ezt a beruházást véghez vinnünk, és egyáltalán nagyon nehéz lett volna egy olyan helyszínt, egy olyan telephelyet létrehozni, ahol ezt a mennyiségű terméket, ez megfelelő szakmai és élelmiszerhigiéniai, élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően tudnánk tárolni, feldolgozni. Ma tehát már új és korszerű körülmények között készül a több mint 20 féle termék, például az oklevéllel is jutalmazott ecetes cékla. A töltött innyentségek, gépesítés ide vagy oda, még ma is kézzel készülnek. Ha ezt nem is akarják modernizálni, azért vannak még fejlesztési tervei a cégnek. A terveink az gépbeszerzés, mert gondolkodunk egy targoncán, komolyabb targoncavásárlás teherautókba, és új teherautókat szeretnénk. Ezáltal az értékesítésre szeretnénk jobban ráállni, és közvetlenül mi szeretnénk a kisboltokba is ott lenni, tehát szerintünk, hogy kimaradna egy lánc, tehát árakban sokkal jobbak tudnánk lenni. Így fér össze a családi hagyományok ápolása, a régi receptek alkalmazása és a gépesítés. Az új dizájn és az új telephely már készen áll, és hallhatták, további tervekben sincs hiány. Unió sikereink itthon című műsorunkat látták. A Humán Erőforrás Operatív Program keretében lezajló fejlesztésekről még további 3 városban, Szolnokon, Pécsett és Gyöngyösön beszélgetnek kollégáink. Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Infománia multimédia magazin. Hírek és érdekességek a digitalizáció és az informatika világából. Csillagszem. Sztárok, ahogy még nem látta őket. Ne. Nem mondja. Bizony. Ez tényleg igaz. Most már alkalom, de hát nem. Nem vetkőzök. Jó lesz ez. Csillagszem. Egy könnyű zenei szórakoztató riportműsor a sikerről, sztárokkal, meglepetés vendégekkel. A műsorvezető Kis Zoltán Zéro. Köszöntöm nézőinket! Ahogy ezt ígértük is, a Hálózat TV Uniós Sikereink Itthon című műsora itt a Pécs TV stúdiójában élőben és interaktív formában folytatódik, és természetesen a pécsi fejlesztésekkel foglalkozik. Bevezetésként rögtön arra biztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy küldjenek SMS-t, ha kérdésük, észrevételük van. A műsor sorozat célja, hogy bemutassa azokat a projekteket, amelyek uniós pénzből valósultak, vagy valósulnak meg. Mai fő témánk a képzés és oktatás területéhez kapcsolódik. Szó lesz egy térségi szakképző központ terveiről és egy prevenciós program részleteiről is. Vendégeink már itt vannak a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm Dombrádi Zita szociálpolitikust, a Füge Deviancia Prevenció és Regionális Képzési és Koordinációs Központ szakmai vezetőjét, és Szenner Károlyt, a Pannon TISZK igazgatóját. Velük közösen várjuk az önök véleményét és kérdéseit is a pécsi fejlesztésekkel, képzésekkel kapcsolatban. De mielőtt a konkrét témákba belevágnánk, nézzünk meg egy rövid összeállítást a Pécset jelenleg is folyó uniós támogatással megvalósuló beruházásokról, természetesen a teljesség igénye nélkül.
10 milliárdos nagyságrendű Európai Uniós fejlesztési pénz érkezett eddig Pécsre. Baranyában dupla ennyiből tudták elindítani a beruházásokat. 2004. augusztusa a 7 milliárdos ISPA program első kapavágása. Azóta már a vasasi, a somogyi és a hirdi területek csatornázását készítik elő. Két éven belül a város csatornázottsága 95%-os lesz. Ez pontosan azt jelenti, hogy 28 ezer pécsi szennyvíz elvezetését oldják meg az ISPA programmal. Egy másik, mintegy másfél milliárdos fejlesztés keretében már a végéhez közeledik az a világörökségi beruházás, amellyel a belváros mintegy 40 ezer négyzetméternyi területét rakják rendbe, és hamarosan elkészül a cella Szeptihóra is. Még ebben a hónapban adták át a déli buszpályaudvart Kertvárosban, az építkezés 700 millióba került. A 20 ezer négyzetméter alapterületű pályaudvaron 742 járat fordul meg naponta. Itt a nevelési központ még átalakítás alatt álló épületében valósítják majd meg azt a kompetencia alapú oktatást, amelyre a HEFOP pályázat keretében nyert támogatást az intézmény. Az egészségügy területén pedig az egyik legnagyobb fejlesztést az a majdnem másfél milliárdos beruházás jelenti, amelyet a PTE Orvos és Egészségtudományi Centruma nyert. A pénzből egy információs mintarendszert alakítanak ki az egészségügyi intézmények között, de fejlesztik a Pécsi Klinika belső rendszerét is. Az Európai Unió tehát sokféle támogatást biztosít a fejlesztések megvalósításához. Az iménti összeállítás is bizonyította, hogy Pécs igen sikeresen pályázott a pénzekre, hisz több regionális operatív program, humán erőforrás fejlesztési program is fut. Sokszor csak így halljuk ezeket, hogy ROP, HEFOP, AVOP. Tulajdonképpen mik is ezek? Önök egyáltalán honnan szereztek tudomást arról, hogy ilyen létezik, és az önök terveikhez ez felhasználható lehet? Hát a mi működésünk, tehát az Indít Közalapítvány működésének egyik nagyon fontos része, vagy működtetésének egyik nagyon fontos része a pályázati forrásokból származik. Tehát ezt mi már régen rájöttünk arra, hogy a központi finanszírozáson túl gyakorlatilag nagyon sok időt és figyelmet kell szentelnünk a meglévő pályázatoknak is. Úgyhogy az Indít Közalapítvány főállásban alkalmaz olyan munkatársat, akinek tulajdonképpen az a feladata, hogy ezeket a pályázatokat figyelje, és mindazt, ami a szenvedélybetegség témakörében az Indít Közalapítvány számára érdekes lehet, azt így jelezze a kollégák számára, és hát gyakorlatilag együtt írjuk meg szakemberek ezeket a pályázatokat mindig. Uniós pályázatra volt már példa önöknél, vagy ez az első alkalom? Igen, volt. Az elmúlt év folyamán volt egy komplex mentálhigiénés program, megelőző program FAR uniós keretből finanszírozva, amit két középiskolában tudtunk megvalósítani. Egészségfejlesztés, drogprevenció címszó alatt. Ez a Lővei Gimnázium volt, és a Janus Gimnázium az elmúlt évben. Sokkal, hogy mondjam, több pénzt tud az EU erre a témára fordítani, úgyhogy nekünk ebben lehetőségünk nyílott olyan program megvalósítására is, ami a prevenciós szűk kereteket egy kicsit túlmutatta. Tehát például tudtunk csinálni egy egészségpromóciós napot, amely nagyon népszerű volt a résztvevők körében, amely gyakorlatilag egy egésznapos elfoglaltságot jelentett minden résztvevő számára. Pannontisztnél, hogy működött mindez, honnan szereztek tudomást róla? Hát a szakképzésben dolgozó iskolák azok igen gyakorlott pályázók. Már a HEFOP pályázat előtt is legalább két világbanki programban, szakképzési, szakoktatási, fejlesztési programokban vesznek részt, hiszen jó ideje már csak pályázati útján lehet nagyot fejleszteni a szakképzés tárgyi feltételein. Ugyanakkor az egyes iskolák állandóan figyelik, hogy milyen pályázási lehetőségre van lehetőség, de hát ez egy központi pályázat volt, ennek elődje még nem volt. Az országban 16 ilyen integrált szakképző központot valósítunk meg, a megvalósítás folyamatában vagyunk. Ez nem iskolához kötődik, hanem tulajdonképpen három fenntartónak a közös pályázata volt, így a Pécs megyei jogú város önkormányzata, a Baranya megyei önkormányzat és egy alapítvány, a Magyar Ipar Oktatás Országos Központjának a pályázata, amit sikeresen pályáztunk. Részletekről még beszélünk, de előbb még picit maradjunk az uniós pályázatoknál. Mennyiben mások ezek a pályázatok, mint a jól megszokott helyi magyar lehetőségek? Azt hallani mindenhonnan, hogy sokkal nagyobb az adminisztrációs teher. Így van az önöknél is? Hát ez teljesen így van. Maga a pályázatot súlyra lehetne mérni, akkor olyan 1000 oldalakban mérjük, 2000 oldalakban.
nagyon nagy az adminisztrációja. Igaz, hogy az összegek is nagyobbak. A Paron 10 vonatkozásában ez 1,1 milliárdos beruházás. Nagyon szorosak az elszámolások is. Pontról pontra vizsgálják, hogy mire használjuk fel a pénzt. Csak a pályázatban elírtaknak megfelelő felhasználást engedélyeznek, és negyed évente igen szigorúan ellenőrzik ezeket a pénzelköltéseket. És hogy van ez a sorrend, hogy előbb van egy terv, van egy elképzelés, amit feltétlenül szeretnének megvalósítani, és várnak a kedvező pályázati lehetőségre, vagy pedig egyszer csak felbukkan egy pályázati lehetőség, és ahhoz gyorsan kitalálnak valami tervet, hogy működött ezekben az esetekben? Hát a Mi HeFo programunk esetében ez a kettő szerencsésen ötvöződött, tehát nagyon-nagyon sok szakmai tapasztalat mutatja azt, hogy azok a szakemberek, akik számára ezt a képzést szerveztük, őnekik gyakorlatilag igényük van arra egy ilyen típusú képzésre. Mi ebből indultunk ki. Minden mellett természetesen folyamatosan vadáztuk a pályázati lehetőségeket, és mintegy a két, tehát az alulról szerveződés találkozott a felső pénzügyi lehetőségekkel, úgyhogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt. És mindamellett azt gondolom egyébként, hogy azért a HeFo, illetőleg az EU-s pályázatoknak természetesen nagyon nehéz az adminisztrációs része, de hogy egy nagyon, nagyon sok pozitívuma is van, nem csak az anyagi részére vonatkoztatva, hanem ami számomra kifejezetten szimpatikus, hogy konzorciumban gondolkozik, hogy több szakmai szervezet együtt összefogásában gondolkozik, hogy egy kicsit holisztikusabban tekint problémákra, nem ilyen célorientáltan, tehát sokkal több mindent bele lehet egy tartalmilag szorítani egy EU-s pályázatban, mint egy magyar alapú pályázatban is. Most pedig lássuk akkor a konkrét programokat, illetve először is az egyiket. Európai Uniós forrásból valósul meg jövő év végéig a Pannon térségi integrált szakképző és pedagógiai szakmai szolgáltató központ új képzési komplexuma. A létesítményben elsősorban a gépészet, az informatika, a kereskedelem és a marketing területeit érintő oktatás valósul majd meg. A Cipernovszky Károly szakközépiskola területén már javában tart a központ épületének kivitelezése. Anyagvizsgáló labor, 3 új korszerű hegesztőműhely. Körülbelül ez lesz majd itt valamivel kevesebb, mint egy év múlva a Cipernovszky szakközépiskola most még átalakítása váró műhelyében. A 10 gépészeti képzésében 6 pécsi és 2 megyei iskola, nagyjából 11 ezer diákja vesz részt már a következő tanévtől. Itt, ahol állunk, ez egy 1300 négyzetméteres nagyságú, vagy alapterületű műhely, ahol ilyen 50-60 éves technika volt zömében. A technika fejlődésével minden megváltozott, muszáj volt korszerűsíteni, és ez a pályázat ez nagyon jó időbe is kapóra jött, hogy ezt a műhelyt sikerül megtölteni korszerű technikával. Ez a pályázat pontosan 1 milliárd 33 millió forintot jelent. Ebbe beletartozik a szakképzőközpont szervezeti kialakítása, a tananyag kidolgozása, a műhely átépítése, az új bázis kiépítése és a gépek beszerelése is. Már nem tudjuk tartani a lépést a megkapott összeggel, ugyanis a 350 millió körüli összeg a tanműhely kialakítására nem volt elegendő. A város itt már 28 millióval megtoldotta ezt az összeget. Bízunk abba, hogy a gépek beszerzése már belefér ebbe az összegbe, illetve a humán erőforrás fejlesztés az egészen biztosan belefér. Az időket tekintve eleve késésbe vagyunk abban a tekintetben, hogy a szerződéskötés tulajdonképpen egy jó fél évet csúszott, és ennek megfelelően a csúszás folytatódik is. Ennek ellenére az egyelőre biztosnak látszik, hogy a diákok jövő szeptemberben már használhatják a tiszket. A próbaüzemet pedig pár hónappal korábban, még 2007 áprilisában szeretnék elindítani. Az építkezés most itt tart. Papíron pedig így néz majd ki az új szakképzőközpont. A beruházással a Cipernovszky épület együttesének mintegy 30%-a teljesen megújul. Megjelenését tekintve pedig úgy kell elképzelni, hogy ami mögöttünk most látszik, ez az elbontott tetős rész, ezen lesz egy komplett új szint, ami alapvetően jellegében, stílusában megegyezik a mostani épület együttesével. Egyetlen
és lényeges központi eleme lesz, amit körülbelül ezen a 8 ablakszélességen látunk, egy emeleti, konzolosan kinyúló nagy terem, egy pályaorientációs terem kerül kialakításra. Az önkormányzat továbbra is azt ígéri, ezzel a beruházással nem felejtette el, hogy igencsak ráfér már a tatarozás a Cipernovszky szakközépiskola többi részére is, de addig is itt lesz a térség legkorszerűbb gépészeti képzést nyújtó laborja, a TISZK, az intézmény falain belül, de 8 iskola bevonásával. Ez már a múlt, egy éven belül ezen a technikán tanulhatnak a diákok. A Cipi régi műhelyére és az egykori szakképzésre jövő szeptembertől már csak ez a 60 éves hossz gyalú fog emlékeztetni, amit itt hagynak múzeális darabnak. Az épület tehát nagy ütemben készül az infrastruktúra, azt ígérik, hogy jövő tanévben itt már oktatás lesz. Ezzel párhuzamosan akkor nyilván már nagyban zajlik az a munka is, amely a képzési program előkészítését célozza. Hol tartanak ebben? Hát több szálon fut ez a munka, mint a bejátszásban is látható volt. Az építkezés az erőteljesen folyik. 2006. december 31-ig át kell adni az épületet. Utána kezdődik a gépeknek a beruházása, letelepítése, üzembeállítása. Ezzel párhuzamosan folynak a tananyagfejlesztések. Mint tudott a közoktatásban, 2007. szeptember 1-től modulrendszerű szakképzést kell bevezetni. Jelen pillanatban próbaképpen 4 intézményben egy szakma területén modulrendszerű oktatást vezettünk be. Ennek a tapasztalatait kívánjuk használni 2007. szeptemberétől. Mi ez a modulrendszerű oktatás? Ez a kereskedelemben a árucikk eladóval kapcsolatos képzésre vonatkozik ez a modulrendszerű oktatás. Ez egy teljesen új szakképzési forma lesz. 8 középfokú szakképző intézmény vállalta az együttműködést. Ez mit fog jelenteni, hogy a jövőben, ha ez elkészül, akkor már teljesen átkerülnek ide az ő képzéseik? Nem teljesen kerülnek át a képzéseik. Az alapképzéseket mindenki a saját intézményében fogja lebonyolítani, csak a speciális képzések kerülnek át. Azért kerülnek át a speciális képzések, mert minden egyes intézményben ilyen modern technikát letelepíteni, ez nagyon költséges lenne. Itt az eszköz beruházása 360 millió forintos értéket jelent. Nagyon szétforgácsolódna egyrészt a technika, másrészt pedig a költségek nagyon szétforgácsolódnának. Ezért az a filozófia, hogy az alapképzéseket saját intézményükben fogják megtanulni a gyerekek, és a speciális képzésre, a fejlettebb technikai képzésre pedig bejönnek az integrált szakképzőközpontba. Már érkezett is egy kérdés, arra kíváncsi az egyik nézőnk, hogy ugye azt hallja, hogy uniós támogatásból létesül meg ez az egész, de aztán mi lesz az üzemeltetéssel, azt ki fogja finanszírozni? Hát ez jó kérdés. A fenntartók, a konzorciumban szereplő 3 partner 2013 még vállalta a fenntartását, úgyhogy törvényi háttere még nem biztosított, hogy milyen keretek között lesz fenntartva, kiviseli a fenntartási költséget, de az biztos, hogy működtetni kell hosszú távon. Tehát ez ugyanolyan intézmény lesz, mint bármely más iskola itt a városban? Igen. És évről évre költségvetési támogatásban fognak részesülni. Ezt nem tudjuk, hogy milyen támogatás lesz, hogy központi keretből, vagy pedig önkormányzati költségvetésből fog működni, ez még a jövő titka. Tanműhelyek csúcs technológiával, ugye ezt mondják, ezt tervezik, ezt valósítják most meg. Ez ugye folyamatos fejlesztést követel majd, hiszen a technológia az folyamatosan változik, főleg az informatika területén szinte percről percre. A későbbiekben majd ez a fejlesztés ez folytatódhat-e, vagy most a csúcsnál lesznek, és utána ez pár év múlva megint elavultnak tekinthető? Nem, ez a fejlesztési folyamat, ez permanensen folytatódni fog, hiszen most csak az alapokat tesszük le. Tudni kell azt, hogy ez a terület, ami most fejlesztésre került, az egyik legdinamikusabban változó, fejlődő szakág. Itt a legmodernabb gépészeti eszközök, gyártórendszerek, informatikai eszközök kerülnek letelepítésre, ezeket állandóan szinten kell tartani. Tudom, hogy ez megint költségeket fog jelenteni, de a gazdasági élet megköveteli, hogy lépést tartsunk, hiszen csak úgy tudnak elhelyezkedni a tanulók, úgy lesznek versenyképesek a piacon, hogyha a legmodernebb technikával ismerkednek meg. Igaz, hogy most már törvény írja elő, de önök vállalták is azt, hogy akadálymentesített környezetet biztosítanak. Ezt hogy tudják megvalósítani itt a tanműhelyek vonatkozásában? Hát mivel
felújításra kerül az épület, ugye törvényi kötelességünk volt az akadálymentesítés biztosítása. Egy mozgáskorlátozott lift kerül kiépítésre. A bejátszási filmen lehetett látni, ebben a lift aknát betonozták. Hozzápározomosan kapcsolódik mozgáskorlátozott vizes blokk 4 szinten, és ahol lépcsőeltolás van, ott pedig emelőkaros, hát nem tudom, liftnek nevezhető, de ilyen emelőkaros szerkezet, ahol 3-4 lépcsőt át tud hidalni. Tehát így ezzel az egész épület bejárható lesz. Ez a fejlesztés, ez a terves, tehát óriási infrastruktúra kell, talán nem kell ennyi minden ahhoz a képzési programhoz, amit önök valósítottak, valósítanak meg. Tulajdonképpen miről is van szó? Hát egy olyan képzési programot dolgoztunk ki, amelynek a célzott csoportja a Baranya megye területén a családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok intézményeiben dolgozó családgondozók, kollégák számára szól, és abban szeretnénk kevésbé elméleti, mint inkább módszertani segítséget nyújtani a kollégáknak, hogy hátrányos helyzetű embereknek, ezek közül is elsősorban kiemelten szenvedélybeteg embereknek segítséget tudjanak nyújtani abban, hatékony segítséget, hogy a munkaerőpiacra minél nagyobb számban visszakerülhessenek. Erről szól a képzés maga. Ez a képzés most már folyik, elkezdődött? Így van, ez a képzés ez gyakorlatilag 2005. szeptemberre óta, tehát maga a program az 2005. szeptemberre óta folyik, és már van is egy végzős csoportunk, több mint 60-an elvégezték már ezt a képzést, akik egyébként ez egy akkreditált képzés, tehát 20 pontot kapnak a képzésen résztvevők, és gyakorlatilag ez a képzés most tart a második etapjánál. Már az első csoport be is indult a múlt hét pénteken, és most toborozzuk a második csoportot a jövő hét, illetőleg e hét pénteki összeülésünkre. Most egyébként villanásokat, képeket látunk arról, hogy hogyan zajlottak az első képzések, ez a februári felvételek, azóta mi minden történt? Hát február óta elsősorban az történt, hogy hála Isten több mint 60-an befejezték ezt a képzést sikeresen. Nagyon-nagyon sok tapasztalattal bővültünk, mi képzők is, nem csak a programban résztvevők, és hát ez az elsődleges tapasztalatunk például, hogy azok a, tehát akikre gondoltunk, hogy hányan fognak részt venni ezen a képzésen, azok például nem, tehát azt a részét például nem tudjuk teljesíteni, vagy nem úgy tudjuk teljesíteni. Szeretnénk más szakmai csoportok felé is éppen ezt a képzést bővíteni, pontosan azért, mert mi szeretnénk ennek a pályázati kiírásnak megfelelni, viszont nagyon-nagyon komoly átalakulások történtek, különösen a Baranya megye kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatai tekintetében, tehát már eleve kevesebb emberrel számolhatunk, mint ahogy elindítottuk ezt a pályázatot annak idején. Tehát ezek természetesen tényen alapuló adatok voltak, amiből hát lényegesen kevesebb lett mára. Ezek az átalakulásnak a következményei. Ettől függetlenül a tapasztalatok azt gondolom, hogy messze menőkig pozitívak, és túl a képzés tartalmán és tartalmából szerezhető tudásán, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hidak és kapcsolatok épülnek különféle intézmények között, találkozunk egymással, találkoznak a kollégák egymással, tehát olyanokat, akikkel idáig csak telefonos kapcsolat volt, most személyes szakmai kapcsolatok születnek a képzés mentén. Érdekes kérdés érkezett, talán nem egészen kapcsolódik ide, de képzéshez mindenképpen valahogy úgy fogalmazott a nézőnk, hogy a szülőket kellene valamilyen módon képezni és segíteni nekik abban, hogy a gyerekeikkel megtalálják a hangot. Hát én nagyon szépen köszönöm a kérdést annak, aki ezt föltette, vagy a hozzászólást inkább úgy fogalmaznék. Maximálisan egyetértek vele. A Füge Deviancia Prevenció Regionális Képzés és Koordinációs Központ, aminek szakmai vezetőjeként titulálhatom magam, tervei között szerepel, méghozzá közeljövőbeli tervei között szerepel a szülők kifejezett megszólítása. Mindamellett egyébként hadd válaszoljam azt is, hogy nyertes prevenciós pályázataink vannak, melynek harmadik modulja mindig a szülőkkel való foglalkozásról szól. Tehát buzdítom azt a szülőt, aki a nyertes pályázóink között van, hogyha meghallja, hogy abba az iskolába járó gyermekének szülőértekezletét hirdeti meg az Indít Közalapítvány Füge Deviancia Prevenciós Munkacsoportja, akkor jöjjön el,
és találkozzon olyan szakemberekkel, beszélgessünk azokról a problematikákról, amelyek mentén valóban hatékonyabb megoldások születhetnek a szenvedélybetegek betegség kialakulásának megelőzésére. A szakképzőközponthoz is érkezett kérdés, hogy a meglévő szakképző iskolában megszűnnek-e a tanműhelyek ezzel párhuzamosan? Nem szűnnek meg a tanműhelyek, természetesen ott is tovább folynak a fejlesztések, mert mint az előbbiekben mondtad, az alapképzéseket azt a helyi iskolákba kell elvégezni. Tehát a gyakorlati alapképzések is, nem csak az elméletet. Nem csak az elméletet, a gyakorlati alapképzéseket is. Ez konzorciumi partnerként működik ez az egész intézmény. A 8 intézménynek az önállósága természetesen megmarad. A mi tevékenységünk az arra irányul, hogy összehangoljuk a képzéseket, együttesen jelenjünk meg a piacon, együttesen dolgozzuk ki a programokat. Nagy előnye is, ami tetszett ebbe az egész programba, hogy ez az első olyan szakképzési program, amely konzorciumként gondolkodik. Tehát nem külön szétválasztva az egyes iskolák, hanem az egyes iskoláknak az erőforrásait próbálja összehozni. Érkezett még egy kérdés Szombati Veronikától. A szakképző központban mennyire veszik majd figyelembe a munkaerőpiac igényeit? Olyan embereket kellene képezni, akik majd el is tudnak helyezkedni. Messze menően figyelembe veszik, azért ez ebben a műsor keretében nincs arra lehetőség, hogy itt a felügyeleti szerveinket, a tanácsadó szerveinket mind elmondjuk. Nekünk a szakképzési tanács, ami egy megyei szervezet, az az egyik úgynevezett tanácsadó szervünk, ahol ott vannak a vállalatoknak a képviselői. Mégpedig 8 vállalat képviselői van jelen, akik a helyi igényeket prezentálják. Ugyanott ebben a tanácsban részt vesz a kamara, tehát ők rálátása vannak a mi képzési szerkezetünkre és a fejlesztéseinkre, és hát nekünk meg kell felelni ezeknek az előírásoknak. Most már tudják, hogy jövőre milyen oktatási programok indulnak? Természetesen. És mennyire rugalmas ez? Tehát, hogyha mondjuk egy év alatt a jövő tanévig változik a piaci helyzet, és más szakmákra lesz már szükség, akkor tudnak-e azonnal váltani? Hát ez egy nehéz kérdés, mert az iskolarendszerű szakképzés az ugye kimenetorientált. Központi tantervek alapján dolgozunk. Egy kiskapu van azért benne, hogy a szakképzés 20%-a az a helyi igényeknek megfelelően tölthető ki. Na most ezt a 20%-ot kell kitölteni észszerűen, mégpedig úgy, hogy az a helyi igényeknek megfeleljen. Ezért nagyon fontos, hogy napi kapcsolatban legyünk a gazdasági élet szereplőivel, akár a kamarákon keresztül, akár egyéb társadalmi szerveken keresztül. Azt nem tudom megírni, hogy azonnal tudunk lépni, mert hát ennek azért financiális oka is vannak, meg eszközoka is vannak. Érkezett még egy kérdés Domrádi Zitához. A kortárs oktatói rendszerrel kapcsolatban érdeklődött a kedves nézőnk, hogy ez hogy működik, mert szerinte a fiatalok jobban megértik a hangot a kortársaikkal. Hát ennek nem igazán én vagyok a fő szervező, nyilván tudok erről a nézőnek nyilatkozni. A Kópi Egyesület foglalkozik ezzel az ANTSZ-en belül, ott is az Oppi László az, aki a kortársképzéseket szervezi. Egyébként a Füge helyszínt szeretne biztosítani a kortársképzésre, tehát ezzel próbáljuk meg támogatni. Magunk is egy nagyon jó rendszernek gondoljuk a kortársképzést, úgyhogy mi ezzel próbáljuk meg őket támogatni. A Lacival beszélve azt mondta, hogy ilyen hely problematikáik vannak, úgyhogy a Füge épületében tudja a kortársakat a későbbiekben is képezni. És erre a képzésre, amiről most ideig beszélgettünk, mi van akkor, hogyha egy 10 éves jelentkezik, hogy ő még ugyan nem szociális munkás, még nem ezen a területen dolgozik, de ő már most nagyon sok mindent szeretne megtudni, és szívesen segítene a kortársainak, akkor ő jelentkezhet-e? Erre a képzésre nem, tehát nyilván, hogy ennek nagyon pontosan előírt feltételei vannak, hogy kik azok, akik ezen a képzésen részt vehetnek, de az, hogyha ő neki erről információra van szüksége, természetes, hogy akár a drogambulancián, akár a Fügében dolgozó kollégáktól bármilyen kérdést telefonon, interneten keresztül, vagy személyesen föltehet, tehát, hogy nagyon büszkék vagyunk így a prevenciós programjaink kapcsán,
középiskolás korúakkal való kapcsolatra, és azt hiszük, hogy tehát mi mindig a folyamatosságban hiszünk, tehát hiszük azt, hogyha évről évre oda megyünk, illetőleg biztosítjuk ezeket a megtalálási lehetőségeket, akkor ezek a kapcsolatok erősödnek, és mindenki fejlődik ezáltal. És kik azok, akik jelentkezhetnek? Van-e még rá lehetőség, hogy most bekapcsolódjon valaki? Igen, még mindig van rá lehetőség. Ez a pénteken induló, pénteken 9 órától a Pécs-Hungária út 5 szám alatt lévő Füge Deviancia Prevenciós Központba lehet jelentkezni az 515-260-as telefonszámon. És hát tulajdonképpen még mindig várjuk a Baranya megye területén dolgozó családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban működő szociális munkások jelentkezését, illetőleg mi úgy gondoljuk, hogy akár a saját szakállunkra is, de bővítjük ezt a képzést, úgyhogy a pártfogó felügyelők felé és a KEF tagok felé is fölhívjuk a figyelmet, hogy akiket érdekel ez a képzés, azt szívesen látjuk. És még egy utolsó záró kérdés, ez a két program valahogy nem tud kapcsolódni, vagy kapcsolódik, akár helyszínbiztosításként, akár képzési segítségként, mit terveznek? Hát nekünk van kapcsolatunk minden középiskolával, azt gondolom, vagy többnyire minden középiskolával. Most például a Cipernovszki szakközépiskolával elég közvetlen kapcsolatunk van. Egy új induló pécsi projektünk kapott helyet a Cipernovszki szakközépiskolában. Nagyon nagy örömünkre ez az iskolai szociális munkás jelenléte, amit az Indít Köz Alapítvány szintén pályázati finanszírozásból tud működtetni. Úgyhogy a kapcsolat az ilyen szempontból élő már most is. Hát ezt én is meg tudom erősíteni, mivel a térség integrált szakképző központban is van családsegítő feladat, vannak hátrányos helyzetű tanulók felkutatását végző kollégák, van nyomonkövetés, van a hátrányos helyzettel kapcsolatos módszerek kidolgozására programunk, tehát nagyon szorosan kapcsolódunk. Azon kívül, hogyha elkészül a képzőközpont, ott egy pári orientációs terem lesz, amelyik hát segíthet ugye a gyerekeknek a iskola választásában, aztán a szabadidő hasznos eltöltésében, tehát számtalan ponton kapcsolódunk egymáshoz. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszélgethettünk mindenről, és sok sikert kívánok a folytatáshoz, a tervek megvalósulásához. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, Önök a Hálózat TV és a Pécs TV közös műsorát, az Uniós Sikereink Itthon pécsi adását látták. Sorozatunk természetesen folytatódik, és szeretnénk az Unióval kapcsolatban minél több kérdésre választ adni. Továbbra is számítunk tehát figyelmükre, véleményükre és persze kérdéseikre. Viszontlátásra!